Ne váljunk áldozatokká, hívja fel a figyelmet a rendőrség az ünnepek előtt. A statisztikák ugyanis azt mutatják, miközben a boltokban megnő a jó szándékú vásárlók száma, ezzel párhuzamosan egyre több trükkös tolvaj, zsebes és csaló jelenik meg a forgalmas áruházakban, parkolókban. Kell odafigyeléssel azonban megakadályozható, hogy a karácsonyi ajándékra szánt pénzt ellopják tőlünk, ez azonban be kell tartani néhány alapszabályt. Felhívjuk a figyelmet, a lakosság figyelmét arra, hogy a pénztárcáikat lehetőség szerint a táskáik belső zsebébe tartsák, a táskájukat tartsák szorosan a test közelben, lehetőség szerint a férfiak esetében pedig ne a külső zsebben hordják. Nagyobb összeg várhatóan, nagyobb összeg van ilyenkor az állampolgároknál, mert ajándékot vásárolnak. Lehetőség szerint ne egy helyre tegyék, tehát ne csak a pénztárcába tárolják ezt az összeget, hanem a táska egyéb zsebeibe helyezzék ezt el. A rendőrség hozzáfűzi, a hipermarketek parkolóiban lehetőleg semmit se hagyjunk az autók utasterében. Ha árusok csöngetnek be hozzánk, ne hagyjuk őket magukra, és nem utassuk meg nekik, honnan vettük elő a pénzt. A bűncselekmények megakadályozás érdekében, ahogy az elmúlt években is, a rendőrség fokozott jelenlétet biztosít majd a közterületeken, emellett pedig szorosabb együttműködést alakítanak ki a határon túli kollégáikkal, hogy eredményesebbek legyenek a bűnmegelőzés és a felderítés területén is. Fontos tudni, hogy mit szabad és mit nem, mit lehet és mit nem, és mitől kell óvakodjanak. Úgy a magyarok, mikor átjönnek Romániába, mint a románok, mikor átjönnek ide. Az ünnepek előtt a rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy aki tűzi játékot szeretne szilveszterkor, az a hatályos jogszabályok értelmében december 28-a és december 31-e között vásárolhatja meg az ehhez kapható pirotechnikai eszközöket. A megyében 22 engedélyezett konténeres árustól lehet majd megvásárolni a tűzi játékokat. A petárdák használata ugyanakkor továbbra is szigorúan tilos. A rendőrök végül arra is figyelmeztettek, a téli időszakban útrakelők ne felejtsék el ellenőrizni a járművek fényberendezéseit, és lehetőleg mindenki tegyen az autójába egy lapátot, meleg ruhát, plédet szükség esetére.